mondta, hogy nem lenne baj, ha elvernék, mert akkor azt jelenti, hogy jó munkát végzett. És akkor van belső tanulás felvétel is. Nézett ennek a mai városi pályának, azt tudja, hogy vannak szurkolói pontok, a platánautó. És akkor fel egy kis mezőny jött itt össze. Nem akármilyen ellenfelek, van igazdasz a mezőnyről, a Peugeot kupáról. Azt gondolom, hogy itt a Peugeot kupában most tényleg nagyon gyors pilóták vannak, és nagyon hosszú lesz a verseny. És láthatjuk, a körülmények nagyon változékonyak, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, ki lesz a verseny vége, és remélem, hogy verseny végén itt találkozhatunk, és jó eredményt érünk el. De úgy legyen, köszönöm szépen, jó versenyzést neked! És akkor most jön egy olyan párosítás, ami nem feltétlenül megszokott, mert hogy M2-es autóban azért Vodka Dávidot. Yeah.
És a Várnes 21-es rajtszámmal a céldobogó Klaus Kristóf és Csányi Botond, és ők is kettő első helyezést vihetnek majd haza, míg pedig egyrészt ORB-ben ugye első helyezést értek el, és a kétkerékhajtású autó kategóriájában is első helyezést értek el, abszolútban pedig hatodik. Érdekel. Gratulálunk nektek, találkoztunk a sajtótájékoztatón is. Végül is igen, sikerült, tehát az volt a tervünk a versenyre, hogy szerettük volna itt a céldobogón egy jó helyezéssel, és mindenképp a dobogón szerettünk volna lenni. Az, hogy sikerült most nyernünk, annak külön örülünk, és terveink között szerepelt még az is, hogy a jövő évi Európa bajnoki futamra felkészüljünk ezzel a versennyel. Azt gondolom, hogy abszolút méltó ez a futam a jövő évi Európa bajnoki futamra, úgyhogy reméljük jövőre ugyanígy találkozunk, és